Ezek a felvételek január 7-én készültek a szekszárdi Bródi Sándor közben. Jól látható, hogy teljes terjedelmében kapott lángra a családi ház tetőszerkezete. Több mint 40 tűzoltó nagy erőkkel kezdte meg az oltást. Többek között szekszárdi, paksi, bonyhádi és bajai tűzoltók érkeztek a helyszínre. A háztűz során senki nem sérült meg. A beavatkozás nehezítette, hogy a tetőszerkezet szendvics szerkezetének köszönhetően a szomszédos lakóingatlanokat is veszélyeztette, a sorváz mi voltából ez a tűzeset. Csaknem 120 négyzetméteres lakrész vált a lángok martalékává. A házban egy idősebb házaspár élt, ők ideiglenesen egy önkormányzati lakásban fognak élni. Az egyik szomszéd otthonát is elérte a tűz, és jelentős vízkár is érte. Ezért most neki is ki kellett átmenetileg költöznie, egy rokonnál kapott menedéket. A mellette lévő ingatlanokra pedig a tetőszerkezeten keresztül igyekezett tovább terjedni a tűz. Ezt a tűzoltók motoros kézifűrésszel, korongos gyorsdarabolóval, valamint kézi eszközökkel, bontóbaltával igyekeztek a tetőszerkezet héjazatát megbontani, és ezáltal a még izzó részeket eloltani. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség. Azt, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, még vizsgálják.